Kitűnően kezdte a bajnoki döntő első mérkőzését a Berikep Alba Fehérvár, mely Szabó 5 pontjának köszönhetően, no meg Wood 8 célzott triplájával gyorsan 10-5-ös előnyre tett szert. A 8. percben már 15-8-ra vezettek a fehérváriak, a 10 perc utolsó pillanatai azonban a Szolnokról szóltak, így 20-18-ra csökkent az előny. A második negyedet az Olaj kezdte egy 9-2-es etappal, az így megszerzett vezetéssel pedig jól gazdálkodtak a szolnokiak. A második negyedet rengeteg hiba jellemezte, a tét miatt láthatóan idegesen kosárlabdáztak a felek, a nagy szünetre végül 35-30-as szolnoki vezetéssel vonultak a csapatok. A harmadik negyed ugyan Wood pontjaival kezdődött, azonban később a Szolnok növelni tudta előnyét. A 22. percben 42-34-es vendégvezetésnél azonban megrázta magát az Alba, Wood triplája riadót fújt, a csapat pedig egy 8-1-es etappal fordított. Érezhetően felpörgött a fehérvári játék, sokkal szebben és eredményesebben kosárlabdázott az Alba ekkor, mint az első félidőben. Ennek köszönhetően 30-17-re be is húzta a harmadik negyedet úgy, hogy az utolsó másodpercekben Szabó triplája demoralizálta a Szolnokot. 60-52-es előnnyel kezdődhetett a negyedik negyed. Az Olaj természetesen volt annyira jó csapat, hogy nem kívánta feladni az első meccset 10 perccel a vége előtt, a vendégektől azonban csak a 26 pontos Florence volt az, aki tudta tartani a lépést az Albával. A fehérvári oldalon az eredményesen játszó Moore-Wood duó mellett Hollis, Szabó, Keller és Jones is kitett magáért, ráadásul Supola is remek labdaszerzéssel és zicserrel jelentkezett. A Szolnok egyszer még felzárkózott 4 pontra, azonban az Alba a hajrában megrázta magát és villámgyorsan 10 fölé növelte a különbséget. Hollis zsákolása végül eldöntötte a nyitott kérdéseket, az Alba Fehérvár 79-70-re nyerte a bajnoki döntő első meccsét.